Sziasztok! Ma egy nagyon finom süteményt hoztam nektek, és ahogy ígértem, hogy több olyan receptet fogok hozni, ami süti, és, vagy édesség, és beilleszthető fogyókúrába, vagy diétába, ez is egy olyan, de ez valami isteni. Ez sütni kell sütőben, tehát ugye ez nem olyan, mint amilyen a répagolyó volt, illetve amilyen a kávés zabgolyó, hanem mert ugye azt csak egyszerűen összegyúrjátok, beteszek a hűtőbe és összeáll, tulajdonképpen kész, hanem ezt tényleg sütni kell, és a tetejére aztán nagyon finom étcsoki fog kerülni. Ebben sincs se cukor, se liszt, ezért bátran ehetitek, és tényleg a banán annyira jó benne, pedig én nem szeretem a banános süteményeket, mert nem szeretem, amikor kiérződik a banánnak az íze egy sütiből. Egyébként úgy szeretem, tehát nincs vele semmi gondom, hogyha megeszem frissen, de így a sütőben sütve, az tehát, hogy annak van egy ilyen erős íze, de aki csinál banános palacsintát, vagy bármilyen banános süteményt, szerintem tudja, hogy miről beszélek. Ebben ez most annyira nem érződik ki, hanem inkább csak egy ilyen krémes állagot fog neki adni, és tényleg mennyei nagyon gyorsan elfogyott. Én tanácsolom, hogy ezt mindenképpen próbáljátok ki. Ha van valami olyan receptetek, amit ti szoktatok beilleszteni a saját diétátokba, vagy fogyókúrátokba, vagy ismertek ilyet, vagy valakit, aki tud nektek ilyen receptet adni, és nagyon finom, akkor mindenképpen várom tőletek e-mailben, vagy messengerem, hogy küldjétek el, és most nézzétek meg, hogy hogyan készül ez a nagyon finom sütemény. Először nagyukújreszelőre leszelünk 2 darab almát. Ehhez hozzáteszünk 2 evőkanálnyi cukorpotlót. Ez a Dia Wellnessnek a 4:1 arányú cukorpotlója. Ha xilitet teszünk hozzá, akkor 7,5 dekagrammot tegyünk. Ezen kívül teszünk még hozzá 2 teáskanálnyi, ez körülbelül annyi fahéjat. Ezt félretesszük, és akkor a többi hozzávalót is összerakjuk. Szükségünk van 10 deka zappehelyre, 10 dekagrammákra. Fogunk egy banánt, ezt össze fogjuk törni villával, és hozzátesszük. Teszünk bele 2 tojást. Vagy egy biocitrom reszelt héját, vagy megvesszük a citrom reszelt magát, a reszelt citromot, mint a sakos változatban. Teszünk még hozzá 1/2 csomag sütőport. Ezt most egy picit elkeverjük, és hozzá is rakjuk rögtön az almát, amit lereszeltünk. Ez mehet is bele, úgy, ahogy van, levéve mindennel együtt. Miközben itt kavargatjuk a sütőt, előmelegítjük 200 fokra. Egy ilyen tortaformát, ilyen kapcsosat béleltem ki, de csak egy fokra is beletettem a sütőpapírt, ennek lyukas az alja, és ide fogom beletölteni a tésztát. Azért jó ez a forma, mert méretre lehet igazítani, hogyha nagyobb tortát sütünk, akkor nyilván jó nagyra ki lehet nyitni. Jól alaposan összekevertük ezt az almás, mákos, zappelyhes dolgot. Ezt most bele fogjuk ide tenni. Elegyengedtük a tetejét, most egy alufóliát fog még kapni. Összesen 35 percet fogjuk sütni. 25 perc után levesszük az alufóliát, és a maradék 10 percet alufólia nélkül sütjük. Nyilván tűpróbával fogjuk ellenőrizni, hogy elkészült-e a sütemény, tehát 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük. Elkészült a sütemény, 25 perc után levettem róla az alufóliát, és még 10 percig sütöttem, egy icipicit így megbarnult a teteje, úgyhogy tűpróbával ellenőriztem, hogy készen van. Hagytam itt hűlni, hogy tulajdonképpen le is húzom róla. A tortaformát.
kész. Szép kis süteményt kaptunk. De kirakjuk. Amennyiben szeretnénk, csoki krémet teszünk rá. Forralunk vizet, és úgy, hogy ne érjen bele az edény alja, rátesszük egy másik edényben a csokoládét. Most majd megolvasztjuk. Nyilván minél magasabb a kakaótartalma, annál jobb. Miután megolvadt a csokoládénk, rátesszük a süteményre. El is készült, úgyhogy nincs más hátra, de egy picit hagyjuk, hogy rádermedjen a csokoládé, és lehet is enni a nagyon finom, mákos, almás, zappelyhes tortát. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezés és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!